Sziasztok, Zoli vagyok, és a mai napon a szuperkatlan teljesítménytúrát mutatom be nektek, ami azért is érdekes, mert 11 órától lehetett rajtolni, a legnagyobb meleg van éppen vasárnap, és hát nem lesz könnyű, mert azért nagyon nyitott a terep, itt a Drog és Mogyorós bánya szakasz közötti országos kék túra mentén nagyjából, oda-vissza fogunk menni, gyertek, érdekes lesz, megmutatom, hogy milyen is az útvonal, és hát mennyire lehet ez szenvedős, hát csak 34 fokot mondtak. Ennek a rendezvénynek ez volt a 10. alkalma, hogy megrendezték, tehát az első 10 éve tartották, és nekem volt szerencsém már többször is részt venni rajta, és nagyon szeretem, annak ellenére, hogy egy viszonylag nagy kihívás. És hogy miért is érdekes maga az útvonal, illetve miért is lehet jó mondjuk ezt megpróbálni teljesíteni, annak különböző okai vannak, erre próbálok keresni egy kis választ, illetve megpróbálok saját magam szemszögéből válaszolni számotokra, miközben láthatjátok, hogy merre tartunk. Maga az útvonal nagyon nem bonyolult, hiszen majdnem, hogy idézőjelben nyílegyenesen kell menni Drog és Mogyorós bánya között, először az országos kéken, egy kicsit a kék kereszten, majd megint az országos kéken. Azért térünk le az országos kékről, mert az országos kék túra bemegy Tokodra, és ezáltal egy kicsit hosszabb lenne az útvonal, ugye ott viszonylag hosszabb egy ilyen aszfaltos út is van, ami annyira nem szép, emellett pedig kihagynánk a túra névadásának okát, a katlan részét a túrának. És hogy mi is ez a katlan? Na most ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Így nehezen tudom meghatározni, nagyjából a Nagygete után és a Tokodi pincék között található szakasznál találjátok meg ezt a katlan részt, erre majd külön kitérek a videóban, és meg is fogom majd mutatni nektek, és beszélünk arról is, hogy hát ez miért is katlan, de meg fogjátok látni. Úgy épül fel az útvonal, hogy rögtön Drogról gyakorlatilag egyben elkezdünk felmenni a Nagygete csúcsára, ami ezen az oldalon sokkal könnyebb, mert egy széles, jól futható út, ki lehet térni, jó kis kilátópontok vannak, és a Nagygete csúcsán, ahol egy kereszt is található, most már csak egy ilyen részbeni kilátás van, még jó pár éve azért nem nőttek olyan magasra a fák, tehát azért sokkal nagyobb volt a panoráma. Ma már ez egy kicsit erdősebb terület, de azért még mindig akadt kilátás. Ez a hegy egyébként egy mészkőhegy, és a lefelé menetben látszik meg igazán, mert ez a része a sziklásabb, kövesebb és sokkal meredekebb szakasz. Fontos kiemelni, hogy ugye ennek a távnak én a 30 kilométeres részében vettem részt, ami azt jelenti, hogy először is elmegyünk Mogyorósbányára, majd onnan vissza fogunk fordulni, és ugyanezen az útvonalon fogunk visszamenni. Tehát majd a videó második felében láthatjátok is, hogy ezt például felfelé teljesen más érzés megtenni, mondjuk sokkal nehezebb és más élmény is, ezért is külön érdekesség, hogyha bevállaljátok ezt a túrát. Ugye kiemeltem azt, hogy a túra nem reggel indult, a legtöbb teljesítménytúra egyébként hajnalban indul, vagy esetleg késő este, főleg így nyár környékén, de ennek a túrának pont az a lényege, hogy a legmelegebb időszakban rajtoljál, vagy valószínűleg érintsd a legmelegebbet. Ugye 3 és 4 óra között van talán a legmelegebb, ilyenkor nyáron, és hogyha 30 kilométeres útvonalon vagy, akkor biztos, hogy érinteni fogod, ha csak nem vagy nagyon gyors. Én is például visszafele kapom meg a melegebb időjárást, addigra már rendesen felforrósodik a levegő körülötted, hiába az árnyékos és hűs erdő. Főleg miután leértél a Nagygetéről, a hegyeskő irányába tartasz, amit majd láttok is a videóban, de érintitek a szántás területét, és nagyjából ez az a rész, ami a szuperkatlan. Ez a szakasz, és egyébként a teljes útvonal ismerős lehet, vagy ha még nem ismeritek, akkor most elmondom nektek, hogy a Kinizsi 100-as útvonala is. A Kinizsi 100-as az egyik első teljesítménytúrák egyike, egy 100 kilométeres útvonal, mely Budapest és Tatabánya között húzódik. Talán ez az egyik olyan túra, amin 100 kilométeres hosszúsága ellenére is nagyon sokan vesznek részt, és épp ezért szeretik teljesíteni, de azért ne menjetek oda se felkészületlenül, hiszen május
közepe vége felé szokták megtartani, és amit érdemes tudni róla, hogy nagyjából a Nagygeteje és a Mogyoros bánya szakasz az a 40 és 50. kilométer között van Mogyoros bánya nagyjából a fele, és akkor van a legmelegebb, mire odaérsz, általában egy ilyen meleg hullám szokott éppen érkezni Magyarországra, és elég sokszor szoktak itt kifulladni, megfáradni a túrázók. Nem beszélve arról sem, hogy ugye ez a szakasz nincsen erdővel fedve, általában kukorica, búza vagy valamilyen termények vannak a mezőföldön, és az utána lévő szakasz is, amint láthatjátok, így fedetlen, tehát a nagy meleg azért eléggé meg tudja csapni az embert. Nem véletlen, hogy ilyen katlan elnevezést kapta, itt jól meg szokott rekedni a hőség. Egyébként érdekesség, hogy nem csak a hőség, hanem egyes felhők is képesek megragadni. Egyik évben pont úgy sikerült mennünk ezen a katlan túrán, hogy nagyon meleg volt, de amikor mi haladtunk át az egyes szakaszokon, akkor felettünk gyakorlatilag egy ilyen kis viharfelhő haladt át, mi rommá áztunk, úgy, hogy a Nagygete másik oldalán meg nem is esett egy csepp eső sem. Amikor nagyon párás és meleg az idő, akkor az elsődleges és legfontosabb frissítésed a folyadékpótlása. És ezt a szervezők és az útvonalban lévő pontok is abszolút támogatták. Ahova nem tudtak vizet vinni, akkor ott meglocsoltak téged kis vízzel, vagy bele tudtad mártani egy kis összegyűjtött vízbe, mondjuk a sapkádat, vagy ugye egy olyan ellenőrző pontot is hoztak létre, ahol annyit ihattál, amennyit csak akartál, és annyi vizet is töltöttél magadnak, amennyit csak szerettél volna. Emellett azonban ne feledkezzetek meg arról, amikor ti magatok vagytok az úton, és független attól, hogy van mellettetek egy szervezőgárda vagy sem, tudd, hogy mennyi vízre van szükséged, és akár pótolj önerőből is, tehát hogyha van kékkút, akkor tölts fel kékkútban, ha van működő forrás, akkor ott. Az útvonalban három komolyabb emelkedő található, számomra legalábbis, az első a Nagygete, a másik a Hegyeskő felé menő útvonal, és a harmadik a Kőhegy. Itt mindenképpen érdemes kitérni a kék háromszöghöz, mert gyönyörű a panoráma, és láthatjátok a videóban is. Egyébként az útvonalban nincs benne a kitérés, de ezeket a 100 métereket én abszolút javaslom megtenni, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon siettek. Az útvonal egyszerűsége, illetve hát nyilván nehézsége ellenére nem mutatja be azért természetesen a terület minden érdekességét, viszont hogyha érdekel titeket, akkor mind Dorog és mind Mogyoros bánya elsősorban a egykori bányászati tevékenységeiről voltak híresek, és helyi kezdeményezésre például bányászköröket is csináltak, és rengeteg tematikus bányászkör található meg itt, ezt azért is fogom megemlíteni itt is, mert érdemes akár kipróbálni azokat az instant köröket, majd tervezem ezek közül az egyiknek a bemutatását számotokra, hogyha érdekel, viszont akkor berakom azokat is a leírásba, illetve hogyha a szuperkatlanon szeretnétek részt venni legközelebb, akkor annak is berakom a linkjét. Érdekesség, hogy ezt a túrát egyébként télen is megszervezik, ami meg egy másik véglete ennek a túrának, hogy hát akkor a extrém hideg esetleg mennyire visel meg téged. Mogyoros bányára érve érjük el ugye a forduló pontunkat, de közben azért beszélek egy kicsit az útvonalról is, mert láthatjátok, különböző szélességű és változó minőségű út. Egyrészt az országos kék túra azért nem mindig a legtisztább és legszélesebb utakat használja, így például ezen a szakaszon is eléggé gazos és bozontos lehet, tehát azért itt egy kicsit így bujkálni kell, nem is nagyon tudják takarítani, hiszen egy hét alatt okkorákat nőnek a növények, hogy hát így nincs nagyon értelme, tehát azért itt azért kell bujkálni, vannak ennél sokkal-sokkal rosszabb szakaszok is, de hát sajnos ilyen. A másik érdekesség, hogy mind a Hegyeskőről lefelé, illetve Mogyoros bányáról lemenetel is egy eléggé trükkös, mert itt is azért a vízmosás azért elmosta az egyik út felét, illetve hát azért folyamatosan járják itt erdészeti járművek is, és egy félig meddig vannak karban tartva, itt azért néha azért nehéz közlekedni, vagy elférni egymás mellett, szóval így nagyon sokszor egy nyomvonalassá vált az útvonal. Egy ilyen oda-vissza túra esetén felmerülhet a kérdés, hogy hát mit is veszek vissza, hát hiszen ugyanazon jöttem és mentem. Azonban teljesen más élmény, hogyha A-ból B-be vagy B-ből A-ba mentek, és ugyekeztem arra is, hogy úgy vegyem fel az útvonalat, hogy egy picit más-más szakaszokat, illetve direkt azokat a részeket, amit mondjuk
A-ból B-be nem látsz, mert a hátad mögött van, azokat ne tegyen bele a túra első felébe, és vice versa. Emellett pedig a túrának, mint az elején említettem a videónak, az igazi nehézség az, amikor már a nagy hőség is beköszöntött, és hiába volt egy kicsit felhős, picit szeles az idő itt délben, ettől függetlenül délután 3 órára azért rendesen befűtöttek. Egyrészt a hőség miatt, illetve hát az miatt is, hogy már eddigre azért a szervezeted is már eléggé sokáig kapta meleget, azért a visszafele út jóval nehezebbnek tűnt, és például a katlan rész is sokkal-sokkal melegebbnek érződött, kisütött teljesen a nap, és abszolút tényleg hozta most a szuperkatlan formáját. Én is ilyen nagyjából 8 liternyi folyadékot fogyasztottam. Azok számára, akik követnek rendszeresen, felfigyelhettek már arra, hogy időről időre feltűnik egy-egy vers vagy megzenésített vers forma a csatornán, illetve minden esetben külön generálok egy érzés alapján valamilyen AI zenét. Én nem vagyok egy nagy zeneszerkesztő, ezért használom az AI-t, mint segítség, tehát ez egyrészt ez teszi egyedivé szerintem úgy magákat a videókat is, és most pedig hoztam megint egy megzenésített verset, amit egyébként az útvonal alatt sikerült költenem. Nyilván, mire hazaértem, azért egy 1000-szer átíródott a fejemben. Az eredeti dalszövege alapja a Pancsoló kislány volt, be fogom majd linkelni a szöveget is, hogy el tudjátok olvasni, hogy és rá tudjátok-e húzni erre a nagyon kultikus nyári dalra ezt az éneket, de természetesen megterveztettem az AI-jal is egy stílusban, illetve hát több stílussal is próbálkoztam, és hát itt hallhatjátok az eredményét. Itt van már a nagy hőhullám, a lustember vízben, enyél már. De a kemény legyék épp katonon van, és elindult dologról, mert nagy megvan. Jaj, úgy élvezem én a katlan katlan, annyira szép és jó, gyorsan megmászunk a gepét, és még ez nem is választó. A szuper katlan van még, más is van jó, mert még két hegy van, ott van a mező. Csak azt nem értem én, hogy miért nincs itt meleg. Egy olyan nagyot ugrok, hogy szobodra megy. Nyáj, úgy élvezem én a katlan, katlan, annyi a szép és jó. Gyorsan frissítünk dobott pincéknél, és még egy hegy van, de jó. Csak azt nem értem én,
pillanatban semmi se szép se jó. Ott is meg lehet éppen fölni, és jó kert nem kapható. Remélem tetszett a dal, igazi jókedvű lett, és szerintem eléggé humoros is, de hát nyilván a humor az egy ilyen egyedi dolog. Na már most, hogyha engem kérdeztek meg arról, hogy hát a Nagygetét melyik irányból szeretném megmászni, és melyik irányból szeretnék lejönni róla, akkor ha választhatok, akkor én Dorogról mennék föl, és Dorogról jönnék le, mert talán ott a legkönnyebb, de ha mindenképpen két oldalról kell megközelítenem, akkor a sziklás részén mennék fölfelé, és a egyenes részén le, mert akkor jól meg lehet futni a végét, de hát ez nyilván egyéni preferencia. Itt azért már azért elég meleg volt ahhoz, hogy nem volt annyira jó kedvem úgy felfelé rohangálni azokon a sziklákon, annak ellenére, hogy én ezt azért szoktam szeretni, de azért én is óvatosan jártam el, mint a legtöbb ilyen esetben, hogy inkább csak spórolok az erőmmel, kielvezem a tájat, a kilátást, a különböző szolgáltatásokat, leállok beszélgetni az ismerősökkel, szóval azért én is csak óvatosan szoktam haladni, meg hát amúgy is csak egy hobbi futó vagyok, és számomra ezek az élmények teszik azzá a túrát, amik is itt bizony megkapod azt, amit ígérnek, nagy meleget, küzdést, jó sok szintemelkedést, emellett pedig a remek hangulatot. Erre pedig biztosíték a pontőrök és a szolgáltatás is, mert azért kitettek magukért. Az egyik évben én például a Hegyeskő környékén voltam pontőr, és én kivittem egy napágyat, és azzal cukkoltam a túrázókat, hogy én befeküdtem és napoztam, és úgy vártam őket. Hát azért kaptam én is hideget, meleget, természetesen ezért a poénért, de most is volt például ilyen felfújható unikornis úszó medence a hegy tetején, ami szerintem egy zseniális ötlet volt. Sziasztok! Ez volt a Szuperkatlan teljesítménytúra. Remélem, hogy tetszett. A végére tényleg igazán meleg volt, szóval vigyázzatok a melegben túrázásnál, csak fokozott folyadékbevitellel és elővigyázatossággal tegyétek. Iratkozzatok fel, ha tetszett, lájkoljátok a videót, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!